A két év pandémia után idén nyáron megint nagyon sokan keresték fel a gergelyugonyai strandot a nyári időszakban. Nem csak belföldről, de külföldről is többen érkeztek a beregi térségbe. Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy a nagy látogatószámhoz ma már a természet értékei mellett programokra is szükség van. Igen, azt látjuk, hogy program nélkül nem megy, épp ezért az önkormányzat igyekszik forrásaihoz mérten, illetve a saját erő bevonásával minél több programot szervezni, hiszen látjuk azt, hogy az irányzat felé, amely irányba most vettük az utunkat, a családok megszólítása, programok szükségesek, ugyanakkor semmiképpen sem zárjuk ki a fiatalságot sem, hiszen a szombatról vasárnapra virradó éjszaka és a hajnal az a fiataloké. Tudjuk azt, hogy fontos, hogy kulturált programokon legyenek és vegyenek részt. Azért ebben nekünk is jelentős szerepünk van, de ez nem csak és kizárólag önkormányzati feladat. Nagyon fontos, hogy a vállalkozások is tegyék oda magukat, és együttesen próbáljunk olyan programokat szervezni, amely vonzóvá teszi ismét és újra Gergely-ugornyát. Nem hiába kapott idén 9 gyémántdíjat a Magyar Marketing Szövetségtől a város és annak turisztikai vállalkozása. Az energiaválság miatt a megyében több fürdő és szabadidő szolgáltatás is bezár kényszerűségből. A Vásárosnaményi fürdőt azonban nyitva tartják. A mi fürdőnk egy kicsi, tiszta, élhető, a Silva Wellness és Termál fürdőről beszélünk, ahol ugye több szolgáltatás is igénybe vető, épp ezért látjuk azt, hogy mivel előrelátóan gondolkodott a fürdő vezetése, lekötötte az energiákat, tehát megfelelően tudjuk majd igénybe venni, normális áron tudjuk igénybe venni majd a gázszolgáltatást. Tehát már élő szerződés. Így van, élő szerződésünk van. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha szinte mindenhol bezárnak, de mi nyitva maradunk, akkor olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, aminek meg lesz a bevétele. Érdekes módon a hétvégét is figyelembe véve elmondhatom, hogy a ide látogatók 80%-a már nem helybeli volt, tehát nagyon sokan rájöttek arra, hogy Vásárosnaményban még nyitva van a fürdő, lehet úszni, lehet sporton, lehet kikapcsolódni, és azt hiszem, hogy erre szükség van, tehát ebben is egy kicsit előre próbálunk menekülni. Nyilván januárban szeretnénk egy karbantartást végrehajtani, de azt követően megpróbáljuk azt az üzemmódot folytatni, ahogy azt eddig is tettük. Más területen azonban a Bereg fővárosában is spórolnak. Várhatóan ideiglenesen bezár az ötvös kúria, és vizsgálják annak lehetőségét, hogy a közvilágítást éjszaka 11 órától hajnali 4 óráig kikapcsolják Vásárosnaményban.